Jól figyeljétek az eget, ahonnan a kutyák is jöttek. Segítség! Vigyázzatok! Nagyon vigyázzatok! Lehet, hogy egyszer két négylábú lény sétál be hozzád, és valaki épp a te szomszédodban fogadja őket örökbe, nem törődve azzal, hogy ők... Nick és Perry. A földön kívüli kutyák. Teljes életnagyságban. A citrus lény támadása. Perry járőrparancsnok hívja a kutymó bolygót. Hallanak engem? Vétel! Hallanak? Hé! Azt hiszem vették az adást! Azt hiszem vették! Ne felejtsék kipróbálni a Triplixet! A három az egyben sampont, balzsamot és mosószer! A kutyafáját! Egy újabb idióta földi rádióadó, ennek a vevőkészüléknek nincs semmi sugárzási ereje! Harry, a kutymó bolygónak vétel! Vétel! Itt a kutymónia. Vétel! Adja meg a koordinátákat, és rögtön kiküldünk egy mentőosztagot. Ne legyen a nevem Perry, ha ez nem a kutymó bolygó. A koordináták. 1, 9, 7. Kutymó bolygó. Hallanak engem? Vétel, ó, ne bedöglött! Nincs áram! Ez a tartalékkészlet. Olyan közel voltam hozzá, annyira közel, annyira közel! Nick, te mit művelsz? Ez meg mi a fene? Meggyőztem Sofiát, hogy randizzon velem a parkban, és fel akartam venni egy különleges diszkó felszerelést, hogy elbűvöljem. És úgy döntöttél, hogy fel akarod venni ezt a citromot? Nem, hanem ezt! Na, mit szólsz? Tökös, mi? Emlékszel még? Nekem pont egy ilyenem volt otthon is! Az a baj, hogy ez az utolsó akunk. Ezek alig tartanak valamit. Te erre pazaroltad el az utolsó akunkat? De hát ez az utolsó áramforrásunk. És? Adj egy jó okot, hogy ne folytsalak meg most rögtön. Tudod, tegnap épp a konyhában voltam, amikor Frank hazajött a vásárlásból, és hozott egy csodálatos uborkát. Éppen el akartam csenni, amikor... Itt a citrom, amit kértél. Mire is kellett? Valami kísérletre? Így van. Ezt nézd meg, apa! Ne felejtsék el kipróbálni az új Triplixet! Sampon, balzsam és mosószer egyben! Igen. Emlékszem, mi is ezt csináltuk. Régen az iskolában. Ha már Triplexről van szó, vettem egyet. Ne feledd el kipróbálni. Megyek, behozom a többi csomagot a kocsiból. Csodálatos! Egy ilyen apró gyümölcs képes működtetni a rádiót. Hogyha egy olyan kicsi citrom működtethet egy rádiót, akkor gondold el, mire lenne képes ez a nagy! Ez elég erőforrás lenne a vevőkészülékemhez, és kapcsolatba tudnánk lépni a bolygónkkal, és pillanatok alatt itt lenne a mentőosztag. Csak lassan a testtel! Mi lesz a diszkószerkommal? Mit bánom én, mi lesz vele? Ez sokkal fontosabb! Fontosabb, mint egy randi Sofiával? Te teljesen begolyóztál! Különben is az én ötletem volt! Nem érdekelnék. Egyáltalán nem is olyan nagyszerű ötlet, és fogadni merek, hogy nem fog működni. Nick megtalálta a kiutat, és annyi esze sincs, hogy ezt felfogja. Szóval csak egy jó nagy citromra lenne szükségem. De honnan vegyem? Szóval
kis pajtás, egy kis séta jót fog tenni. Szofia, várod már a randinkat? Pancser! Nyugi haver, csak megjátsza magát, alig várja már a pénteket. Minden rajtad múlik, drága kedves kis barátom. Mindent kipróbáltam. Sehogy sem jött össze. Tudom, hogy van rá megoldás, de előbb meg kell nyugodnom. Hát persze, a növekedést előidéző szerem. Hogy ez nem jutott előbb eszembe? Jaj! Biztos lejárt a szavatossági ideje. Egy kis szakmai tanácsadás. Látom, hogy sikerült megnagyobbítani a citromot, de nem tartott sokáig. Én viszont találtam rá egy módszert, amivel hosszabb ideig tart. Komolyan? Igen, de sajnos be kell vallanom, hogy nem lesz olyan nagy, mint neked. Talán kombinálni kellene a két eljárást. Szerintem írhatnánk erről egy szakdolgozatot. Nekem pedig szuper randim lenne. Biztos vagy benne, hogy mindkettőnk számára elég? Volt rá eset, hogy csalódtál bennem? Igen. Na mindegy, csináljunk egy nagy gyümölcsöt. Rendben, remélem működni fog, mert ez az utolsó csepp anyag. Föld, Kutymó bolygónak, Péter! Perry járőrparancsnok a Kutymó bolygónak. Vétel, kód, tangó, Bistro! Elég már ebből a tudományos sületlenségből, most a randimról van szó! De most éppen! Nim! Perry! Hol vagytok? Rendben, de ahogy visszajöttünk, megcsináljuk! Mégis hány ilyen citromos meghajtásos rádiót kell összeraknod? Csak egyet, apa! Kaptam is rá egy jelest kedden. Értem. Na de akkor hol van a többi citrom? Nick, szerintem bajban vagyunk. Perry, én nem érzem jól magam. Nagyon fáj a gyomrom, és a fülem is, és most jut eszembe, hogy valamit lent felejtettem, úgyhogy már is visszajövök, rendben van? Mit felejtettél az óra? Nick! Biztos vagy benne, hogy nem te használtad el őket? Végül is kigyógyultál a hűlésből. Ebben biztos vagyok. Lucy, ugye nem lehetséges, hogy Smith úr belopakodott és elvitte őket? Na de apa, jól tudod, hogy ő most nincs itthon. Én már azon sem csodálkoznék, hogyha ez a Nick... Mit szólnál egy tánchoz, egy kis romantikázáshoz? Csak egy pillanat, és már is itt vagyok. Ez meg mit művel? Látod, igazi tánc, ahogy megígértem. Még a csillagokat is túlragyogom. Nick! Állj le! Várj! Reménytelen eset vagy. Szerintem tetszett neki. Szóval, van valami, amit fel tudsz hozni mentségül? Nos, mit szólnál a... Hát, nos... Igen... Azonnal állj meg! Nem tárgyalok veled. Azt hiszem, hogy most találtam egy jó megoldást. Vidd innen azt a vackot. Többé nem akarom látni, érted? De találtam egy módszert, hogyan lássuk el árammal a ruhámat, a rádiódat, az űrhajót, meg minden mást. Komolyan mondom. Rendszerint egy ilyen kijelentés gyanakvóvá tenne, de... Jó, mutasd, hadd lássam. Nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Nick! Bocsi, Perry.
Senki sem gondolja, hogy ezek a dolgok soha nem történtek meg, de ugyanakkor senki sem tudja bebizonyítani, hogy nem történtek meg. Ők a földön kívüli kutyák teljes életnagyságban.